szalaga a körbekerített kerékpártároló Nyíregyházán a Bújtosi tónál. Ez is egy közkedvelt része a városnak, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A polgármester azért, hogy csökkentse az ide látogatók számát, a lakosság védelmének érdekében határozatlan időre több más parkolóval együtt lezárta a Városliget ezen részét is. A kormányrendeletek azonban nem tiltják az egyéni szabadidő sportot, ezért a kerékpározás továbbra is megengedett. Viszont van néhány szabály, amelyet a koronavírus járványra való tekintettel érdemes betartani. Érdemes a bringásoknak egy pár eszközt is maguknál tartani az első segélydobozból, ugyanis szükség lehet rájuk. A téli hónapok alatt a kerékpárosok, a gyalogosok és az autósok elszoktak egymástól, így tavasszal megnő a balesetek száma. A legtöbb két keréken közlekedő a számukra kihelyezett stop táblát és a kerékpárral behajtani tilos táblát hagyja rendszeresen figyelmen kívül, pedig a kerékpárral közlekedők 60%-a rendelkezik jogosítvánnyal. Hosszú-hosszú évek óta már vita téma, aztán fölreppelnek egy-egy kósza hírek, hogy a neten is található, hogy ez tuti, biztos helyről tudom, aztán föltesznek egy-egy képet, hogy most már a kerékpárosoknak is kell lesz vizsgázni, és most itt szeretném akkor megnyugtatni azokat, akik ettől remegtek, féltek, vagy akik szeretnék, és adok meg most szomorú hír, hogy nincs egyelőre tervezett kerékpáros jogosítvány, amelyet ugye a neten több helyen röppentettek föl. Beszélgetés van róla. Én talán úgy gondolom, hogy az iskolai részen, tehát ahol az általános iskolai tananyag, vagy szakközép szakmunkás képzésnek ott valamilyen első, második évében minimális óraszámmal, de valamilyen KRESZ alapszintű tudást be lehetne építeni a gyerekeknek, ezzel is növelve az ő biztonságukat. Aki most kezdi a kerékpáros szezont, annak mindenképpen érdemes átismételni az alapszintű KRESZ szabályokat és felkészíteni a kerékpárt a közlekedésre. A szakemberek azt tanácsolják, mindig kisebb távokkal indítsuk a szezont, így magunkat sem terheljük túl, és kellemes élmény marad a bringázás.